Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nehéz, nyögvenyelős és egyben szerencsésnek is mondható volt a Paksi FC élvonalbeli labdarúgó csapatának győzelme a vendég Diósgyőri VTK ellen. Az újabb 3 pont persze nagyon jól jött a zöldeknek, de Bognár György vezetőedző csapatának teljesítményét mégis ledorongoló kritikával illette, amiatt, hogy az általuk hetek óta képviselt letámadó stílusból egy jottányit sem látott vissza ezen a meccsen. Az utolsó helyen álló, ezt a meccset megelőzően Fradi verő DVTK csapatából a szekszárdi származású Márkvár Dávid edzőivel ellentétben, annak ellenére, hogy nem szerezte pontot, azért látott némi fényt abban az alagútban, ahová a csapat ősszel került. Ritka az a sportban, amikor egy mérkőzés után a győztes csapat edzője legalább annyira, szinte mindennel elégedetlen, mint a vesztesé. És ennek nyomatékosan hangot is ad. Márpedig ez történt a Paksi FC Diósgyőri VTK NB1-es meccs után. Annak ellenére, hogy csapata összességében rászolgálta a játék képe alapján az egygólos, vagyis a 2-1-es győzelemre, Bognár György, a PFC vezetőedzője úgy nyilatkozott, hogy legszívesebben a kukába dobnánk, hogy szó szerint idézzük, ezt a meccset. Hozzátette, mivel a rájuk eddig minden meccsen jellemző offenzív, letámadásos futballból, a vele párosuló pontos passzjátékból szinte semmi sem köszönt vissza, ezért roppant csalódott a megszerzett 3 pont ellenére. Olyannyira, hogy vissza se fogja nézni ezt a meccset, jegyezte meg. A Tolna Táj és a Pannon TV tudósítója a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón felvetette, nem történhetett, hogy a fél tucat délszláv játékossal megerősödött miskolciak ugyanúgy elrontották a PFC játékát, mint tették néhány nappal korábban a Ferencvároséval, miután a bajnokság eddigi legnagyobb szenzációját előidézve megverték a bajnoki címvédőt. Bognár György ezt sem fogadta el egyfajta felmentő magyarázatként. A Diósgyőri játéka nem érdekes. Amikor a saját csapatod nem tudja a saját elképzelésedet megvalósítani, nem tudja a saját játékát játszani, akkor tök mindegy, hogy az ellenfél mit csinál. A Diósgyőrnek semmi köze nem volt ez a játékhoz. Noha a Fradihoz képest nyilván nyíltabban játszottak, és ez így normális, tehát szerintem jó felfogásba próbáltak ők játszani, és ez a jövő náluk is, hogy föl kell vállalni nyilván több játékot, mint a Fradi ellen. Ez természetes, ebben nem a Diósgyőr hibázott, mi játszottunk rosszul. Én csak a saját csapatomat tudom elmarasztalni, az ellenfélnek ez nincs köze. Nyilván jobb nyerni, mint kikapni, de egy ilyen színvonalú játék százszor jobban megvisel, mintha jó játékkal kikapunk. A tabella utolsó Diósgyőriek új horvát vezető edzője pedig azért volt roppant csalódott, mert mint nyomatékosan hangsúlyozta, a Paksi játékából, az ő egyedi stílusukból egész héten alaposan, maximálisan felkészültek. De abból, tette hozzá, vajmi keveset tudtak a támadó játékban megvalósítani. Adott hangot csalódottságának Zorán Zekics. Az első félidőben nagyon alacsony energiaszinten játszottunk, akár 10 játékos is lecserélhettem volna, és magamat is beleértve. A 3-as félidei cserében ezen próbáltam változtatni, de alapvetően nem sikerült többet és veszélyesebben támadni, ami roppant elkeserít, mondta a DVTK edzője. Amúgy a DVTK szekszárdi származású, gyakran hazatérő játékosa, a támadó középpályás Márkvár Dávid azért látott némi fényt az alagútban, mind a mellett, hogy edzője kritikájával is tudott azonosulni. Ma nagyon rosszul védekeztük le ugye az első fél időben a 2 pontrugást, ugye azután kaptunk gólt, ha jól tudom, az első les volt, a második pedig egy szögletgól, ugye. De hát a második fél időben azt gondolom, hogy a cseréig nagyon jól szálltak be, a második fél időben nagyon jó szellembe jöttünk ki, úgy, ahogy az elsőben is kellett volna játszani. Abszolút megvolt a reális esélyünk az egyenlítésre, de hát még egyszer mondom, a mi helyzetünkben nem lehet egy fél idő előnyt adni senkinek. Miskolcon él a szekszárdi UFC-ben nevelkedő focista, de Szekszárdot tekinti otthonának. Mai napig ugye Szekszárdon élek, illetve a családom is. Most egy kicsit távolabb, de nyilván ugye itt születtem, meg haza idejövök Szekszárdra, úgyhogy magam részéről köszönöm szépen, jól érzem magam. A szakmai közérzete persze attól lenne igazán jó Márkvár Dávidnak, ha a DVTK végre elmozdulna az utolsó helyről.
Bonyhádra látogatott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós. Részint azért, hogy megköszönje a Bonyhád AC vezetésének azt, hogy a kiemelt fedett pályás versenyekre való felkészülést egy általuk létrehozott téli kupasorozattal segítik. Érkezésének bonyhádi szempontból volt egy másik, fontosabb apropója is. A vidéki atlétika ékszerdobozaként is emlegetett Petőfis sportkomplexum felújításába, esetleg bővítésébe, mint az kiderült, az Országos Szövetség is szívesen adna anyagi támogatást. Erről is tárgyalt a szövetség első embere a bonyhádi illetékesekkel. A magyar atlétikai utánpótlás képzés egyik fontos fellegvára a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai komplexuma, amire a Magyar Atlétikai Szövetség nagyon számít a jövőben is, jelentette ki Gyulai Miklós, a MASZ elnöke, aki már a segítségadás első jeleként látogatása során elmondta, részt akar venni anyagi támogatással az Országos Szakszövetség a bonyhádi létesítmények karbantartásában, felújításában és további bővítésében is. Jelen pillanatban ez a létesítmény azért nagyon fontos, mert az utánpótlást tudja maximálisan kiszolgálni, hogy körben nézünk, akkor fiatalok, gyerekek, tehát a fiatalabb korosztályok tudnak itt versenyezni, és ez elbecsülhetetlen. Úgyhogy nekünk ezt meg kell becsülni, és támogatjuk is, ahogy csak lehet, ahogy erőnkből telik. Bonyhádon is, Pécsen is, Szekszáron is, itt a régió ez példaértékűen dolgozik. Az utóbbi esztendőkben, az utóbbi időszakban komoly beruházások történtek. Pécsen is tervezik, hogy egy kicsit az úgynevezett fedett létesítmény helyzetet javítják. Szóval én azt gondolom, hogy rendben, azt gondolom, hogy ez a dolog ez megy, és nincs ezzel különösebb probléma. Bízunk benne, hogy tudjuk tovább folytatni, és tudjuk tovább fejleszteni. 10 éve, hogy működik, olykor csúcsra járatva, az atlétikai berkekben kis ékszerdobozként emlegetett komplexum. 10 év eltelt, és 10 év után fölmértük azt, hogy mik azok a területek, ahol esetleg javítani vagy bővíteni kellene, és nagyon nagy reményünk, hogy ebben az évben egy újabb szegmenssel bővül a csarnok, mégpedig egy 10x44 méteres, 8 méteres belmagasságú rudugró helyjel, ami azt gondolom, hogy a délvidék, de itt közép-kelet-európa ennek a régiójába is, itt beleértem Szerbiát, Horvátországot is, egyedi lehetőséget kínál a felkészülésre. Cél az is, hogy a holtidényben versenyidőszakban, de legfőképpen nyáron egyre több szakosztályt tudjanak itt edzőtáboroztatni, mert van rá komoly igény, ami komoly bevételt generál a fenntartónak, de a működtető bonyhádi klubnak is. A kezdeti győzelem sorozatot szériában vereség sorozat követte az Atomerőmű Bonyhád KSE idei szereplésében az NB1B zöld csoportjában. Ez megszakadt, mégpedig egy hosszabbítás után kiharcolt győzelemmel a tavalyihoz képest jelentősen megerősödött Békés együttese ellen. A végjáték ráadás 5 percében újabb fiatal játékos szerzett érdemeket az értékes siker elérésében. Markánsan eltérő stílus jellemezte a sárgamezes Bonyhád KSE és a vendég Békésiek játékát. A hazaiak alacsonyabb sebességgel játszva a türelmesebb pozíciós játékot erőltették, építve 2 magas emberükre, Somogyfokira és Tömösvárira. A Békésiek dobd és fuss és nyerd meg az 1-1-eket jegyében, a triplák reményében építették fel támadásaikat. Nos, ez az utóbbi felfogás sokáig nyerőnek bizonyult, mert hogy a feketemezesek átlagban 40%-kal szórták a triplákat, duplákat. A bonyhádiak munkás kosarai sokáig csak arra voltak elegendőek, hogy 10 pontnál ne legyen nagyobb a különbség a 2 csapat között. A 3. negyedre azért zártabb lett a bonyhádi védekezés, és a már annyira jól nem dobó Békésiek lepattanóit jelentős részében a bonyhádiak szedték. A helyzetig játszva szép lassan ledolgozta hátrányát Morgan Frigyes csapata. Már-már úgy tűnt övék a meccs, ám a Békésiek harcosságukkal párosuló eredményességgel 71-71-es döntetlenre mentették a meccset,
A rendes játékidő végét jelző dudaszó előtt nem sokkal, de az utolsó támadásukat ki tudta védekezni a Bonyhád, és jöhetett az 5 perces hosszabbítás a bonyhádi csarnokban. Ez is olyan küzdelem volt, mint maga a meccs, de a sárgák nagyobb rotációs lehetősége jó voltából, ahogy Morgan Frigyes fogalmazott, elszenvedtük a győzelmet. 82-76-ra nyert a völgységi csapat. Ehhez bizony nagyon kellettek, főleg a kritikus időszakokban szerzett Pajor Dávid kosarak. A Mátéra dupláztak, mivel szerkezetben nem voltak úgy meg, ahogy mi, ezért úgy voltam vele, hogy nagyon pocsékú dobtam ma, de muszáj volt elvállaljam. A végén pedig muszáj volt azt is bevinni és befejezni a mérkőzést, hogy vissza tudjanak támadni. Békés az tavalyhoz képest nagyon sokat erősödött, ez látszik mostani mutatójukon is. Sok jó játékost igazoltak. Nálunk voltak hiányzók, Kub, Bence, Kalmár, Viktor, őket mielőtt várjuk vissza, de nagyon jó mérkőzés volt. Saját idején mérlegében egyébként ezzel a győzelemmel egalizált az atomerőmű KSE Bonyhád. A 7 vereség mellett már ugyanennyi a győzelmek száma is. És pillanatilag a 7. helyre jó ez a teljesítmény az NB1-B-s bajnokság zöld csoportjának 13 csapatos mezőnyében. Egymás elleni mérkőzéssel zárta a felkészülés második hetét a HL Rend Kozár Miseleny labdarúgó csapata. A találkozón pályára lépett a két új igazolás, Kónya Kornél és Vajda Roland, valamint az U19-es gárdából is többen kaptak játéklehetőséget a szakmai stábtól. A csapat január 30-án a megye 1-es PVSK ellen lép pályára első hivatalos edzőmérkőzésén. Tavaszra vékonyabb keretet tervez a szakmai stáb, hiszen a mérkőzések száma is kevesebb lesz. Több a távozó, mint az érkező a HL Rend Kozár Miseleny labdarúgóinál. A klub koncepciója szerint azonban ez a mennyiségi csökkenés nem jelenthet minőségi romlást. Keresik azokat a játékosokat, akik emberileg, mentalitásukban és szakmailag is beleillenek az elképzelt rendszerbe. A felkészülés nulladik hetében felmérések és sok futás várt a labdarúgók. Január 18-án aztán megindult az alapozó munka. Szombaton egymás elleni mérkőzést játszottak a focisták. Fizikai felkészítésen volt a hangsúly, azon, hogy megfelelően dolgoznak a srácok. Lehet azért ezt egy picit is jobban csinálni, hogy esetleg azokon a mérkőzéseken, ahol kiegyenlített játék folyik, amúgy is a nüanszok fognak dönteni, hát ha éppen az a pár centi fog számítani. Tehát lehet még egy picit, de összességében azért elégedettek kell, hogy legyünk a hozzáállással. Ha a mostani meccsről beszélünk, több volt a pozitív, legalábbis nekem, nagyon hasznos volt. Szerencsés, vannak azért feltörekvő fiatalok, van azért új játékos, szerencsésebb mérkőzés szituációba megismerni, még ha nagyjából ismerjük is, hogy milyen poszton és mire képes, hogy a felkészülési mérkőzések már úgymond hatékonyabbak legyenek, tehát már azon a poszton azokkal a technikai feladatokkal és elvárásokat tudjunk feléjük támasztani, amire ő képes. A találkozón játék lehetőséget kapott fiatalok között volt Demko Attila is, aki bizonyította rátermettségét a felnőtt mezőnyben. Egyelőre nagyon tetszik. Ez a meccs kicsit fura volt még számomra, mert nem játszottunk még együtt, de szerintem egész jól fel tudtam menni a versenyt a felnőttekkel. Kicsit gyorsabb a játék, és ugye erősebbek az emberek, gyorsabbak, ez a különbség szerintem. Hogyha nálam van a labda, gyorsabban kell döntést hozni, és a helyezkedésen is van még mit javítani. A mérkőzésen pályára lépett a két új igazolás. Kónya Kornél, aki korábban a PMFC csapatával 2 évig az MB3-ban játszott, majd 2018 nyarán a másodosztályú ZTE igazolta le. 2019 nyarán tért vissza Pécsre, ahonnan nyáron Kozár Miselynybe vezetett az útja. A labdarúgó a rövid szünetet és fél éves alacsonyabb osztályú szereplést követően motiváltan új célokkal tért vissza a Kozár Miselynybe. Az
MB2-es Szent Lőrinctől érkezett Vajda Roland, aki a kaposvári Rákóczi Bene Ferenc labdarúgó akadémián nevelkedett, majd a Budapest Honvéd Magyar Futball Akadémiájára igazolt, és ott 3 évet töltött. A budapesti Honvéd 2 színeiben mutatkozott be a felnőttek között, majd visszatért Kaposvárra, és 2018 tavaszán Szent Lőrincre igazolt. Fél év nagykanizsai MB3-as megszakítástól eltekintve azóta a Szent Lőrinc labdarúgója volt, ahol tavaly oszlopos tagja volt az MB2-be feljutott alakulatnak. Szent Lőrinccel azért egy jó kapcsolatunk van, és ők jelezték, hogy a Roli nem biztos, hogy fog tudni annyi játék lehetőséget kapni, amennyi akár neki is megfelelő lehet. Megkerestük Rolit, nagyon örült a megkeresésnek, és reméljük, hogy segíteni fog nekünk. Ő egy Kaposvár, illetve Honvéd Akadémiás nevelés, azért ismertük nyilván itt a földrajzi közelség miatt, sokat látjuk egymás meccsét, meg sokat szerepeltünk egy osztályban, egy 22 éves balszélső, tehát fiatal is. Abszolút van benne potenciál, de már azt mondom, hogy most is egy érett játékosnak nevezhető, ami igazából nekünk kellett, hogy egy igazán jó balszélsőnk legyen, ballábas támadó, reméljük, hogy vele ezt a pozíciót meg fogjuk tudni oldani. A HR-rend Kozár Michelin csapata január 30-án a Megye 1-es PVSK-val játsza első hivatalos edzőmérkőzését. Február 3-án a Mohács Megye 1-es csapata lesz a Kozár Michelin-iek vendége, aztán február 6-án a szintén MB3-as Nagykanizsához utaznak, majd 10-én a Megye 1-es Lovászhetényt fogadják, 13-án pedig a harmadosztályú Érdi VSE ellen lépnek pályára Jelena Richárd tanítványai idegenben. Az utolsó hét programjában szerepel a Várdaróc FC és a Gyakovo elleni összecsapás. Két nehéz mérkőzés várt az NB1-ben szereplő PTE Peac női röplabdásaira, hiszen pénteken az Extraligára pályázó Székesfehérvár, szombaton pedig a szintén jó játékerőt képviselő TFS-e érkezett Pécsre. Ez a dupla forduló mind fizikálisan, mind mentálisan megterhelte a gárdát, mely a klub történetében először szerepel a Nemzeti Bajnokság első osztályában. A székesfehérvári női röplabda csapat elsődleges célja az extraligába kerülés, így alakították ki a keretüket, és ez az eddigi eredményeikből is látszik, hiszen egy vereséggel az élmezőnyhöz tartoznak. A csapat magját tehetséges, fiatal székesfehérvári lányok alkotják, és hozzájuk tapasztalt, rutinosabb játékosokat igazoltak, akik játszottak már a legmagasabb osztályban is. Pénteken ők érkeztek a PTE Peachoz, akiknek a célja a bentmaradás az NB1-ben. A mérkőzést 3-0-ra az esélyesebb székesfehérváriak nyerték. Tudtuk a meccs elején, hogy Fehérvár az Extraligába kerülésért küzd, tehát nem egy kávéházban vagyunk, de azt vártam a lányoktól, hogy lelkesen motiváltan, ami bennünk van, azt játsszuk ki, mert olyan ellenfél ellen játszunk, akik ellen tudunk gyakorolni, és a könnyebb ellenfelekkel jobban fel tudjuk venni a ritmust. Az első és harmadik szedben meg vagyok elégedve a lányokkal, a második szedben jött egy olyan hullámvölgy, amivel nem tudtam mit kezdeni, de örülök, hogy utána fel tudtunk állni, és a harmadik szedben méltóan lezártuk ezt a mérkőzést. Én kimondottan élveztem, én nagyon jól éreztem magam, meg úgy is éreztem, hogy nekem megy is a játék, csak sajnos így mindenki kicsit le volt nombozva, hogy elveszett egy pont, meg ilyenek, úgyhogy csak ez volt a baj szerintem, pedig amúgy jó lett volna. Szerintem amúgy egész jó, csak így a csapat összehangot jobban kicsit össze kéne rakni, és akkor nagyon jó lesz minden szerintem. Meg így próbálunk így minél lelkesebbek lenni, meg edzésen is többször oda tenni magunkat. Azt gondolom, hogy 2 hónap szünet után, 2 hónappal ezelőtt játszottuk, tehát több mint 2 hónappal ezelőtt játszottuk az utolsó meccsünket, ahhoz képest azt gondolom elég jól játszottunk. A mi játékunkat jellemzi a gyorsaság, illetve a minél több figurának a beépítése a támadásokba. Ezekből láttam néhány olyat, ami nagyon tetszett. Néha volt egy olyan játékelem, ami nem tetszett, de hát igazából április közepére kell nekünk készen lenni a csapatnak teljesen. Az alapszakaszban az első 3 helyezett csapat között kell lenni, és utána pedig van még egy rájátszás az első 3 helyezett csapatnak. Ha jól tudom, most ez a győzelemmel most átvettük a vezetést a tabellán.
Nagyon izgatottan vártuk ezt a mai mérkőzést, hiszen két hónapja nem játszottunk tétmeccset. A mester bizonyára említette, hogy rengeteget edzettünk, gyakoroltuk a figurákat, a játékelemeket, amit most végre bajnoki mérkőzésen is megmutathattunk. Nyár óta egyébként fejlődést látok a magyar NB1-ben. A Covid-járvány minden csapatnak megnehezítette az életét, a felkészülését, így sok gárda nem tudott lineárisan haladni, hanem hullámvölgyek tarkították az őszt. De mostanra minden csapat összeszedte magát, és most már tényleg az dönt, hogy ki mennyire veszi komolyan az edzésmunkát, és hogyan megy bele a meccsekbe. Szombaton a budapesti TFS-e csapata érkezett Pécsre, és ők is 3-0-ra győzték le a PTE Peacot. Ez a dupla forduló mind fizikálisan, mind pedig mentálisan megterhelte a pécsi gárdát, mely a klub történetében először szerepel a nemzeti bajnokság első osztályában. Egy hetes pihenő után kiváló játékkal tért vissza a pályára a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Dragan Alexics együttese azt az STS-e Deákot verte 81-76-ra, akik Szegeden 4 ponttal bizonyultak jobbnak a Pécsnél. Az utóbbi időben szerda-szombat ritmusban játszotta mérkőzéseit a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata, most azonban egy hetet tudtak készülni Dragan Alexics tanítványai a soros hazai mérkőzésre. Szombaton azaz STS-e Deák érkezett Pécsre, akik Szegeden 4 ponttal tudtak győzni. A meccs előtt pozitív előjelnek számított, hogy hosszú volt a pécsi kispad, ezúttal nem volt hiányzó. Bár a Szeged igyekezett a szokásos, futós kosárlabdáját ráerőltetni a pécsiekre, a házigazdák jól játszottak, védekezésük is rendben volt, így megérdemelten vezetett 6 ponttal a PVSK az első negyed végén. Nagy változást a második 10 perc sem hozott, a 6 pontos előny volt, hogy 10-re duzzadt, majd a félidőre 47-39-es pécsi vezetéssel mehettek a csapatok. A pécsi előny tovább nőtt a nagy szünet után, majd egy szegedi időkérést követően a vendégek visszajöttek a meccsbe. Akadt is olyan periódus, amikor benne volt a fordítás lehetősége a mérkőzésben. Végül aztán Brükics és Luis triplája eldöntötte a találkozót. A 8-ba kerülés szempontjából rendkívül fontos összecsapást 81-76-ra a pécsiek nyerték. Minden hazai mérkőzés nagyon fontos számunkra, ezért is volt fontos ez a mai győzelem. Jól kezdtük a meccset, kontrolláltuk a játékot 40 percen keresztül, és ennek meg is lett az eredménye. A harmadik negyedben megvolt az esélyünk arra, hogy nagy különbséget alakítsunk ki, de ez végül nem sikerült, mert a második félidőben sokkal jobban védekeztek a vendégek. A végére szoros állás alakult ki, de mi jobban koncentráltunk, és nagyobb nyomást tudtunk ellenfelünkre gyakorolni. Gratulálok a játékosaimnak, az elsőtől az utolsó percig keményen védekeztek. Remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, de gratulálok a Szegednek is, mert jól játszottak. Kemény meccs volt, örülök, hogy győztünk. Először gratulálom a Pécs, szerintem ma este jobban voltunk. Mi rosszabb kezdődött a mérkőzés, nem volt a ritmus, nem volt energia, nagyon gyenge támadunk először, és védekezés, ágyra lehet mondani, de elégedett voltam első negyed, csak a támadás nagyon gyenge volt. És második felidőben kicsit javítunk a támadást, visszajövök a meccsek, csak ez nagy különbség volt, és ez volt ilyen kritikus moment, amikor nem tudunk fordítani egészen. Visszajön megint a meccs a Pécs, és végül sikerül nyerni. Gratulálok meg egyszer, tényleg jó mérkőzés volt, kemény mérkőzés volt. Nálunk mi megpróbálunk maximális csinálni, marad ez a ilyen kicsit. Sajnálom, de ez volna, csak megyünk tovább. Következő mérkőzés nálunk is fontos hazai pálya, és ez van, sok siker a pécsiek a következő meccsek. Legközelebb, január 30-án Kaposváron tévés meccset játszik a PVSK Veolia. A Szekszárd elleni idegenbeli mérkőzését is megnyerte a Liga Kupában a Kozár Mislenyese, ami azt jelenti, hogy hibátlan teljesítménnyel zárta az élen az F csoportot. Zdenko Kordi együttesére még egy magyar kupa meccs vár a tavaszi bajnoki rajt előtt. Az eredményesség mellett a cél az, hogy a fiatal kézilabdázók is minél több játék lehetőséget kapjanak.
A téli alapozás kellős közepén játszotta a 2021-es év első mérkőzését a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata. A Szekszárd elleni találkozónak egyetlen tétje volt, mégpedig az, hogy veretlenül zárja-e a gárda a Ligakupa csoportkörét. Ez sikerült, hiszen az egygólos félidei vezetést követően 33-30-ra nyertek Zdenko Kordi tanítványai idegenben. A vezetőedző arra volt kíváncsi ezen a találkozón, hogy ki milyen formában van a február elejé bajnoki rajt előtt. A rajtig még egy magyar kupa meccset játszik a Kozár Mislenyi csapat a baranyai rivális a Mohács ellen hazai pályán. A felkészülés derekán járunk, ilyenkor nehéz arról beszélni, hogy formában lennénk. Az a célunk, hogy a februárban rajtoló tavaszi bajnoki szezonra legyen rendben a csapat. Hosszú menetelés vár ránk, hiszen február közepétől május végéig folyamatosan játszunk. De mindemellett minden mérkőzés után szeretnénk győztesen elhagyni a pályát, viszont van egy összetett feladatunk, mégpedig az, hogy minden játékos kapjon lehetőséget mind a kupa meccseken, mind pedig majd a bajnokikon, hogy mérkőzés szituációban is lássuk, ki mire képes, valamint az is a célunk, hogy a játékosok egytől egyig fejlődjenek. A soron következő Mohács elleni meccs is a felkészülés része. Teljes terhelésből érkezünk a mérkőzésre, nem készülünk rá külön, de a célunk, hogy tovább jussunk, és hogy a magyar kupa következő körében is ott lehessünk. A fiatal, tehetséges kézilabdázó Takács Vivien is hozzájárult a Szekszárd elleni sikerhez. A fiatal játékos egy gólt lőtt a felnőtt mezőnyben. Nagyon szeretek itt lenni, mindenki nagyon segítőkész és befogadó, és igyekszem a legjobb tudásom szerint teljesíteni minden mérkőzésen, és mindent kiadni, amit tudok. Nagyon kemény terelést kapunk, még nagyon nehezek a lábak, és hát igazából nem ezekre a mérkőzésekre koncentrálunk, hanem majd a tavaszi szezonra. Szeretnék megmutatni, hogy mi van bennünk, és mit tudunk, és menni tovább előre. A Mohácsi TE 1888 csapata elleni magyar kupa meccs január 31-én lesz Kozár Mislenyben. Az NB1-B-s bajnokság február 6-án folytatódik a lányok számára, akkor a DKKA U20-as csapatának vendégei lesznek Dunaújvárosban. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!